Köszöntök mindenkit szeretettel. Ez most itten az élőben történő tanítás sorozata a Szigetvári Bibliakörnek, és a tanítás az a Kolossé levélből van, és egy óriási kitérő előtt vagyunk, amit hát egy részben közösségkívánságra, részben pedig a szellem vezetésére fogunk tenni. A legutóbbi része a Kolossé levélnek az a Kolossé 3-4 volt, az volt a legutolsó igénk, és innen indult a kitérő. Ez a Kolossé 3-4 így szól, hogy mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. És akkor ezt szedtünk elő olyan igéket, mint a Róma 8-11, hogy megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakó szelleme által. Ugye ezért mondja a Kolossé, hogy ti vele együtt jelentek meg dicsőségben. Ugye? És ugye a Filippi 3:20-at is említettük, amelyik meg azt mondja, hogy a mi királyságunk, országunk, állampolgárságunk, stb. A mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztusunkat várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Tehát sok ige van a Bibliában, ami arra utal, hogy te olyan leszel, mint Krisztus. Ugye erről beszélt még a János levél is, amit most így hirtelen nem kerestem elő, hogy majd, amikor megjelenik, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk látni, amint van, mondja az 1 János 2 valami. Vettük még a Korintus levelet, 1 Korintus 15:50-54-ig, és innen indul a kitérő, meg a Tesszalonika 4:14-18, és mindegyik specifikusan, azaz különleges módon említ egy trombita szót, ami szólni fog, és ugye a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk, ugye? És itt ez az 1 Korintus 15:52, és ebben a szakaszban van egy olyan szó, hogy az utolsó trombita szóra. És ez egy nagyon fontos gondolat, és innen kezdtük el a kitérőket tenni, mert a Biblia beszél utolsó trombita szóról, amit hamarosan átkukkantunk még egyszer, de az 1 Tesszalonika 4:14-18-at is elővettük, hogy a Isten előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által, ővele, azaz Jézussal együtt. Tehát tisztáztuk azt is, hogy aki meghal, aki keresztény volt és távozik a testéből, az elmegy a mennybe a Krisztussal lenni, ugye? Mert kívánnék elköltözni és a Krisztussal lenni, mert sokkal inkább jobb, mondja Pál apostol, és ővele együtt, amikor Jézus megjelenik, akkor Isten előhozza azokat, akik elaludtak, ugye, akik meghaltak, mert azt mondja, ugye itt szintén az 1 Tesszalonika 4:16, hogy feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Tehát a test feltámadására jönnek vissza Krisztussal együtt azok, akik Krisztussal meghaltak, de a szellemük a Krisztussal van jelen per pillanatban most fenn a mennyben. Minek utána megtörténik ez a feltámadás, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, mondja az 1 Tesszalonika 4:17. Erről úgy beszél a Biblia, mint a mi áldott reménységünk. Tehát erről az egész konglomerátumról, hogy feltámadunk, hogy új testünk lesz, hogy dicsőséges testünk lesz, stb. Stb. És ugye az 1 Tesszalonika 4:15-ben van szó még, ezt mondjuk nektek az Úr szavával, tehát az, hogy az Úr is erről beszélt, az Úr Jézus Krisztus is beszélt erről, ezt megnéztük ugye a Máté evangéliumnak a 24-es 31-től elfelé szakaszában, és a 16-os vers, tehát az 1 Tesszalonika 4:16 pedig megint arról beszél, hogy az Úr riadóval, főangyal szózatával és isteni harsonával
leszáll az égből. Tehát itt megint megjelenik az a bizonyos isteni harsona, amit a jelenések könyvében láttunk, és innen jön az új gondolat, hogy mi is történik, hol is van ez a bizonyos trombita szó. Hát, és akkor teszünk egy kis kitérőt, ugye? A jelenések 10:5-7-ben, tehát a jelenések 10:5-7-ben van egy profécia, hát ez egy profétai könyve, a jelenések könyve, de nem kell megijedni, mert a profétai könyv önmagában nem csak a jövőről beszél, hanem a jelenések könyvében is van még olyan profécia, ami profécia a proféciában. És ez a jelenések 10:5-7 ilyen. Ennek a megtörténte, ennek a proféciának a beteljesedése, meg a jelenések 11:15-ben van. És ugye ez beszél arról a bizonyos utolsó trombitaszóról. Megemlítettük a múlt héten azt, hogy vannak sokan keresztények, akik ezt a trombitaszót nem annak értelmezik, leginkább abból a felfogásból gondolva, hogy a jelenések könyve a 90-es években íródott, Pál apostol pedig a Tesszalonika levelében lévő trombitaszót azt ugye a 40-es években írta, és a másik idézett szakaszban, a Korintus levélben írt dolgokat, meg az 50-es években írta, tehát magyarán jó 40-50 évvel korábban beszélt Pál trombitaszóról, mint ahogy azt János apostol a jelenések könyvében látta volna. És ebből néhányan azt a következtetést vonják le, hogy ez a trombitaszó nem lehet az a trombitaszó. Ez azért vicces az a gondolatmenet, mert akkor két proféta az Ószövetségben sem profétálhatott ugyanarról az eseményről, hiszen nem tudhattak egymásról, nem tudták, hogy az egyik megprofétálta már. De a probléma azzal a gondolattal, ezzel a gondolattal az, hogy a proféták nem egymástól veszik a gondolatokat, hanem jellemzően Istentől. Tehát az a János apostol, aki az utolsó trombitaszót megírta a jelenések könyvében, lesz egy ilyen, az a János apostol ugyanattól a Jézustól kapta a kijelentést, mint a Pál apostol, aki a Tesszalonika levélben és a Korintus levélben írt a trombitaszóról. Sőt, mi több, Jézus a Máté 25-ben beszélt erről a trombitaszóról, tehát itt a Földön is kijelentette már ezt a dolgot. Tehát később, ugye erre meg azt szokták mondani, hogy jó, persze, de Pál apostol nem volt ott. Na de hát Pál apostolról meg azt írja a Biblia, hogy Jézus azt ígérte, meg fog neki jelenni többször. Ugye a damaszkuszi úton jelent meg először. Miért nem mutathatta volna meg Jézus Pál apostolnak ezeket a dolgokat? Ostobaság azt hinni egyenesen, hogy Pál apostol azért nem tudhatta ezeket a dolgokat, mert nem olvashatta a jelenések könyvét, mert meghalt 64-ben, jelenések könyve meg 30 évvel később íródott. Hát ha valaki így gondolkodik a Bibliáról, az kihagyja belőle Istent. Egész egyszerűen. Szóval én ezt úgy gondolom, hogy ha a Biblia többször beszél bizonyos utolsó trombitaszóról, és már kifejezetten arról beszél, hogy az utolsó trombitaszóra, és még valahol a Bibliában van olyan kifejezés, van egy trombitaszó, ami az utolsó, akkor ezt nem baj, ha az ember megnézi, és a kettőt megpróbálja összefüggésbe hozni. Ez az én nézetem erről a dologról. Mert a Bibliának nem János apostol a szerzője Patmosz szigetén, vagy Pál apostol a szerzője Rómában, hanem Isten a szerzője, a Szent Szellem által meg van írva, hogy Isten inspirációjára szóltak Isten szent emberei. Ez világosan maga a Biblia megmondja, hogy ez Isten beszéde. Ez nem Pál beszéde, meg János beszéde. És ilyen módon nem látom akadályát annak, hogy amit Jézus Krisztus kijelentett itt a Földön a tanítványainknak az olajfák hegyén, és amit Jézus Krisztus kijelentett a 90-es években Jánosnak, aki egyébként az olajfák hegyén is ott ült, megjegyzem, amit kijelentett neki Patmosz szigetén, azt Jézus 30 évvel korábban ne jelentette volna ki Pál apostolnak. Miért ne tehette volna, ugye? És hogyha elfogadjuk azt, hogy a Bibliát a Szent Szellem állította össze, akkor ezt a kifogást nem támaszthatjuk, hogy Pál nem olvashatta a jelenések könyvét. Oké, hát akkor olvassuk fel azt a bizonyos jelenések 10:5-7-et, és jelenések 11:15-18-at.
Tehát jelenések 10, 5, 7. Itt egy angyalról van szó, aki valószínűleg egyébként Jézus. Tehát olyan leírás van róla, hogyha valaki elolvassa a jelenések 10.1-től, én most nem olvasom fel, ami az isteni leírás, tehát ami jellemzően isteni személyre vonatkozó leírás. De ez az angyal, akit láték, állani a tengeren és a földön, felemeli a kezét, és megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette a felsorol mindent, hogy idő többé nem lészen, tehát idő többé nem lész, ezt többen úgy fordítják, hogy késlekedés többé nem lesz, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a profétáknak. Na most, akkoriban nem nagyon volt citátum, de itt érdekes módon ugyanaz a miszterion szó van a görögben, mint amikor Pál apostol azt mondja, hogy ímé titkot mondok néktek. Nagyon érdekes dolog. Ugye, és miért volt ez titok? Mert azt mondta Jézus, hogy az ő eljöveteléről nem tud senki. És még ő se tudja, hogy mikor fog eljönni. Csak az Atya egyedül. Ugye? Tehát, hogy nem, ez arról a napról és óráról nem tud senki, az ég angyalai sem, sőt, még az ember fia sem. Oké? Okay? Hogy az mikor, ha csak nem az én Atyám egyedül. De ennek a titoknak egy része kijelentetett, hogy ez el fog végződni, mikor a hetedik angyal trombitának szavának napjaiban. Amikor a hetedik trombita szó beteljesedik, az pedig a 11, jelenések 11, 15, 18, a hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják, vala e világnak országai, a mi urunkéi és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült az ő király székében, essék az ő orcájára, és imádá az Istent ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, mert a te hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásod elkezdetted. És megharagudtak a nemzetek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Nagyon érdekes, jelenések könyvében többször előfordul ez a kifejezés, hogy aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy. Nem tudom nektek, milyen fordításotok van Károli Bibliából, de az a helyzet, hogy itt az és aki eljövendő vagy, nincs benn szövegben. Azért nincs benn a szövegben, mert most jött el. Az én nézetem szerint épp most jött el. Tehát aki vagy, és aki voltál, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és az országlásodat elkezdted. Tehát aki elkezdte az új országlását, az vélhetőleg megérkezett, vagy legalábbis valami hasonló mozdulatot tett, hogy rákészült a megérkezésre. Tehát ez a bizonyos hetedik trombita szó, én erről azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor Isten összeszedi az övéit, és itt ugye megemlítetik az is, hogy ítélet is történik, ugye megharagudtak a pogányok, majd mindjárt látni fogjuk, hogy mi történik előtte, mert ugye fel kell tenni a kérdést, hogy jó, de a hetedik trombita szó, ha az az utolsó trombita szó, akkor nyilván van előtte hat másik. Ugye a euklidészi geometria és a hagyományos matematikai felfogás szerint a hetedik előtt van hat másik. És akkor az a helyzet, már ha a hetedik az utolsó. És akkor meg kell nézni, mi van a hét trombita szó előtt, kell lenni másik hatnak. Mi történik a másik hat alatt, ugye? És vagyis azt is kérdezhetjük, hogy mi az, amit mi keresztények úgy tűnik, hogy itt át fogunk élni, hiszen ha az utolsó trombita szóra megyünk el, akkor a hat másik azt megelőzi. Ugye? És itt említést tesz arról a Biblia, hogy előtte az történik, hogy megharagudtak a pogányok. Tehát a nemzetek föllázadtak, és valami fölfortyanás történt. Eljött a te haragod, tehát megérkezik Isten haragja ekkor.
és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja szolgáidnak, a prófétáknak, a szenteknek, és mindazoknak, akik félik a te nevedet kicsinyeknek és nagyoknak. Tehát ez a jutalom ugye ahhoz kötődik, hogy elkezdődik a krisztusi uralkodás. És ugye tudjuk a jelenések könyvében, hogy a jutalom része a győzteseknek az, hogy a földön uralkodni fognak. És hogyha Krisztus elkezdte az ő országlását, ugye a 17-es vers szerint, akkor mikor fogja átadni azt a lehetőséget, és mikor fognak vele együtt a trónokon ülni azok, akik győztek, és akik végig-végig megtartották Jézus Krisztus cselekedeteit. Hát nyilván attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus elkezdi az ő uralkodását. Hát lám, ez itt van. És sok esetben, az én látásom szerint, a proféták jutalma az arról szól, hogy kiosztja Isten az ezer éves birodalomra a feladatokat, amik igazából jutalmak, mi egymás. És megítéltetnek majd a halottak, és kitöltessen az Istennek a haragja. Isten haragjának a kitöltetése. A jelenések könyvét olvasod, közvetlen követi ezt az időszakot. Tehát itt kezdődik a harag kitöltetése hamarosan. És ennek az egyik aspektusa az, hogy elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják. Na most, hogyha megnézzük ezt az egész dolgot, amit nem fogok felolvasni, de akkor az a bizonyos hat trombita szó, hogy miről szól, mi előzi meg a hetedik trombita szót, egyrészt ezt nézzük meg, másrészt meg azt nézzük meg, hogy mik azok az események, amik megelőzik ezt a bizonyos hetedik trombita szót, tehát össze lehet valamennyire állítani ezt a jelenések könyvébe, amikor az ember borzasztó bonyolult könyve, jelenések könyve természetesen, és természetesen tévtanítás az, hogy lineáris lenne az időrendje. Ezt látni fogjuk hamarosan. Egy 12-es fejezetet megnézzük, ott látjuk, hogy a múltba is ugrunk, jelenbe is, jövőbe is ugrunk, és össze-vissza ugrabugrálás van. Minden a jelenések könyve, csak nem lineáris. Vannak bizonyos pontok, ezt úgy lehet elképzelni, mint több időegyenes le van terítve, és mindegyik egy időegyenes hasonló eseményekről beszél, vagy ugyanazoknak az eseményekről beszél, csak más nézőpontból, más szögből mutatja meg ezeket az eseményeket, de felismerhetők benne bizonyos események, amik a másik időszalagon is rajta vannak, meg a harmadikon is, és ha ezeket egymás mellé csúsztatod, akkor körülbelül látod, hogy párhuzamosan hogyan mennek az események. Ez egy érdekes dolog. Tehát, ha megnézzük a hat trombita szót, hát az első trombita szó az egy csapás, ami a jelenések 8-7-ben van megírva, 8-7. És egyébként az első trombita szó, tehát az első néhány trombita szó, az a jelenések 8-7-től 12-ig lepörög. Tehát a 8-7. Az első angyal azért trombitála és lőn jégeső tűz vérrel elegyítve, és vetteték a földre, és a földnek harmadrésze megége. És az élőfáknak harmadrésze megége. És minden zöldellő fű megége. Oké? Okay? Tehát valamiféle olyan szörnyűség történik, valami olyan csapás történik, ami a föld harmadrészét sújtja. Na most, hogy ez mi a föld harmadrésze, az ugye ezen el lehet gondolkodni, mert ugye ezt nem lehet, én ezt nem tudom megállapítani. Ha azt a terminológiát használja a jelenések könyve, amit használt a dánieli terminológia, mi szerint az egész föld, az ugye az a babiloni birodalomnak a területéről szólt, akkor erről a területről van szó. Ennek a harmadrésze csapás áldozata lesz. Ha az egész földről beszélünk globálisan, amiről ma beszélünk, hogy az egész föld vagy az egész világ, akkor nyilvánvalóan nem azokról a területekről beszélünk, amik lakhatatlanok, nem lakhatóak, de ez is azért a harmad rész, az egy borzasztó nagy terület, ez egy rettetes nagy terület, ami csapás áldozata lesz ebben az esetben. És azt látjuk hamarosan, hogy nem csak a föld kapja ezt a csapást, hanem a tengerek is kapják ezt a csapást. Mert például a második trombita szó beszél egy tűzzel égő nagy hegyről,
amelyet tengerbe vetteték, és a tengernek harmadrésze vérrélőn, és meghala a tengerekben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, melyekben élet vala, és a hajóknak harmadrésze elveszett. Nagyon úgy tűnik ebből az egészből, hogy ez egy valamiféle kozmikus katasztrófa, ami becsapódás, gyakorlatilag valami megérkezik a Földre, és ennek kapcsán történnek ezek az események. Harmadik trombita szó, 10-es vers. Tehát Jelenések 8-10. Harmadik angyal is trombitált, és leesik az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esők a folyóvizek harmad részére, és a vizek forrásaira. Csillagnak neve pedig üröm. Változik azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghala a vizektől, amik keserűekké lőnek. Tehát magyarán a földek az ivóvíz készlete is megsérül attól, ami itt bekövetkezik. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egyfajta nukleáris katasztrófa, és ami teljes egészében el is fogadható ez a dolog, hogy valamiféle nukleáris dolog történik, szabadul fel, vagy esetleg valamilyen nukleáris támadás történik, de az is lehet, hogy nukleáris baleset történik. Ez érdekes, ezen a szakaszon el szoktak gondolkodni, hogy a csillag neve üröm, és nem tudom, tudjátok-e, hogy ugye a csernobili atomerőmű, az egy olyan helyen van, aminek az a neve, hogy fekete üröm. Tudnék, a Csernobil azt jelenti, hogy fekete üröm. Ez a kifejezés. És ugye éppen pont most van az időszak, amikor azt mondják, hogy bizony szivároghat be talajvíz, és akkor az környező vizeket bizony el fogja pusztítani. Tehát radioaktív anyag kerül a vízbe, ami aztán ihatatlanná teszi őket, azokat a vizeket. Tehát ez csak egy ilyen gondolat, hogy igen, vannak ilyen párhuzamok, amik itt vonhatóak. De mindegyikben van egy olyan elementum, hogy valami bezuhan az égből, tehát valami lezuhan, valami becsapódó dolog történik. Ugye a második, illetve a harmadik szakaszban is, és sokan azt mondják, hogy ez egy ilyen becsapódásszerű valami, aminek következtében esetleg történhetnek nukleáris katasztrófák, vagy maga a becsapódás okoz ilyen dolgokat egymás után. Na, jellemzőnek tartom, hogy ez a néhány trombita szó gyors egymás utánban történik meg. Tehát úgy látszik, hogy ez az eleje így nagyon pörög ez az egésznek. Tehát aztán utána mi jön? Az égi testek harmad része is megveretik. Tehát a negyedik trombita szó Jelenések 12, tehát a tizedik fejezetben vagyunk jelen. Nyolcadik fejezetben vagyunk a Jelenésekről, tehát Jelenések 8, 12. verse. 8-12. Negyedik angyal is trombitált, és megverették a napnak harmad része, a holdnak harmad része, a csillagok harmad része, hogy meghomályosodjék azoknak harmad része, és a nap és az ő harmad részében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. Hogyha ezeket egyszerű, közös állapotra, vagy közös dologra szeretnénk hozni, akkor ez egy olyan esemény, ami valamiféle meteor raj, vagy akár egy nagyobb meteor megérkezik a Föld közelébe. Ugye Jelenések könyvének az elején látjuk azt, hogy erre az emberiség számít igazából. Tehát, hogyha mindjárt előveszem a Bibliámat itt, és akkor pontosan megmondom, kis türelmet kérek szépen. Tehát az emberiség számít erre becsapódásra, mert azt mondja, hogy... Jó, még egyszer megpróbálom beírni, jól? Ez a Jelenések könyvének a hatodik fejezetében van, a hatodik fejezet utolsó néhány verse, nézd csak. És ez egy nagyon érdekes, ott Jelenések elején van a hat pecsét. És ez a hat pecsét, sok teológiai iskola sokféleképpen magyarázza ezeket a pecséteket. Én úgy magyarázom, hogy egy tekercset, amit Jézus itt átvesz az elején, most nem megyünk bele, hogy hogyan történik ez a dolog, ezt úgy pecsételik le, hogy úgynevezett pecsétviasszal
leöntik, tehát viasszal. Akkoriban még nem létezett a pecsétviasz, amely mai formájában létezik, mindenféle sellakkal, meg mizéval, krétával, meg cinóberrel, meg miroxilon faolajjal, meg mit tudom, mi minden van a sellakban, illetve ebben a pecsétben, de akkoriban még méhviasszal ezt oldották meg, de a pecsétgyűrű akkor is megvolt, ugye? És hogyha megvolt a teker, csak akkor szépen ráplöccsentettek ilyen viaszt, 7 darabot, ugye? Ezért 7 pecsétes titok, innen származik a kifejezés. És bárki, aki ezt feltörte, az nem tudta visszacsinálni ugyanúgy, hogy, tehát látszott, hogy valaki olvasta, hogyha ezt valaki más törte fel. És pont erről van szó, hogy a jelenések könyve, senki nem találtatott méltó, aki ezt felbontsa. De ez a 7 pecsét, ez nem egy, tehát a könyvet csak akkor lehet elolvasni, ha mind a 7 pecsétet kibontottad. Mert ha még csak egy pecsét tartja is, addig nem lehet kinyitni ezt az egészet. Tehát erre utal a 7 pecsét. Kigurítani azután lehet, ha mindegyiket leszedted. Ugyanakkor ez a 7 pecsét, amikor felbont egyet-egyet, akkor profécia történik, és előre látja az ember, hogy a jelenések könyvében később majd mi fog történni. És más szavakkal hasonló dolgok le vannak írva, mint amik le vannak írva a 7 trombitaszónál, vagy akár a harag poharainak a kiöntésénél. És nézd meg, hogy mi történik a 6. pecsét felbontásánál. Ez van a jelenések 6.12-ben. Jelenések 6.12-ben. 6.12. Azután látám, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai föl a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölik, és mint minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földnek királya, itt jön a lényeg. És fejedelmek, és gazdagok, és vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyszékben ül, trónon ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Tehát ez megint, hogyha valaki ezt megnézi, akkor ez egy becsapódás, gyakorlatilag. A becsapódás következtében, nem tudom, láttatok-e már ilyen szimulációkat, én nézegettem ilyen szimulációkat, de atomrobbantásokról készült videókon is lehet látni, hogy az ég eltakarodik, mint amikor a tekercset összegöngyölik. Ez pont ugyanúgy néz ki, ténylegesen. Amikor történik ez egy ilyen nagy detonáció, a detonáció az, amikor nagyobb sebességgel szágult szét a szétdobott anyag, mint a hangsebessége, ezért hívják detonációnak, és akkor ez így kigördül ez az egész, mint ténylegesen úgy, mintha a tekercset valaki elengedi, és az így fölgördül. És ugye miért sötétül el az ég? Hát azért, mert az égbe dobott borfelhő, az teljesen kitakarja a napot, holdat, csillagokat, és ugye miért tűnik úgy az egész, hogy az égből hullanak le a csillagok? Mert törmelék zuhan vissza a földre. Tehát ha történik egy ilyen becsapódás, akkor ez pont így fog kinézni. Na most az, hogy a földnek királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek, hatalmas, sok, és szolgák és szabadok, elpróbálnak rejtőzni előle, ez azt jelenti, hogy előre lehet tudni, hogy valami ilyen lesz, és ilyen bunkerba vonulás van. Jézus beszél a Lukács 21-ben arról, hogy az emberek szíve elhal a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a földre elkövetkeznek, mert az egek erősségei megrendülnek. Ugye beszél erről Jézus, ez a kép ennek tökéletesen megfelel, és ha már itt tartunk, akkor bizony, az a bizonyos első 4 trombita szó valami hasonló dolgot ír le. Tehát könnyen lehet, hogy ez a 4 trombita szó párhuzamos ezzel a dologgal. Az, hogy ezek egymás után hogyan zajlanak le, hogyan sem, azt nem lehet tudni igazából. Tehát ezek a trombita szók, ezek olyasféle dolgok, amik elindítanak eseményeket, amik lehet, hogy párhuzamosan fognak zajlani. Tehát nem egymás utánságban, ne úgy gondoljuk el, első, akkor az megtörténik, letudtuk. Ez a lineáris szemlélet a jelenések könyvének. Én nem fogadom el a lineáris szemléletet, mert nem létezik lineáris szemlélet, mert hogyha létezik, akkor bizonyos dolgok nem történhetnek meg. Például itt a jelenések könyvének ezt a 6. fejezetét, amit felolvastam, ez már a nagyon a végének tűnik.
És ezek után, ugye Jelenések 7.1 már azt írja, hogy a szél ne fújjon a földre, és hogy jön fel egy másik angyal, élő Istennek pecsétje van, hogy elpecsételje az embereket, ne ártsatok a földnek, a tengernek, a fáknak. Ezután, ha ez a Jelenések 6 vége lineárisan megelőzi a 7 elejét, akkor ez egy olyan helyzetet teremt, amikor minek lehet ártani, minek utána minden hegy és sziget eltűnt, minek utána az ég eltakarodik. Tehát, ugye ez egy olyan dolog, hogy én azt látom, hogy Jánosnak mutatnak folyamatokat, amik zajlanak, de még egyszer mondom, ezek nem egymás után zajlanak, hanem valamilyen módon párhuzamosíthatók egymással. Tehát azt látjuk, hogy a 7 trombita közül az első 4 vélhetőleg egy eseményt ír le, aminek a következtében a tengernek egy nagy része megváltozik, és ugye a tengeri élővilág elpusztul, hajók elpusztulnak, stb. Ennek az eseménynek a kapcsán a szárazföldi vízkészletnek egy része tönkre megy, és nagyon sokan fognak ebbe is belepusztulni, sok ember meghal. Ennek az eseménynek a következtében a csillagoknak a harmad része ugye meghomásodik, a nap és a hold, és nem látszanak ezek az égi testek. Vélhető, hogy az égbe felcsapódott por ilyet. Tehát ugye nem régen volt ez az égi jelenség, pont beszéltünk róla, hogy szürke volt az ég, nem volt az ég kék. Mert annyi sivatagi por került a levegőbe, hogy az ég kékjét kitakarta. Na most, hogyha sokkal több por kerül, akkor nem tudom, láttatok-e sivatagi porvihart, vagy láttatok-e vulkánkitörés kapcsán felszabadult vulkáni hamumennyiséget. Éjszakai sötétség következik be, igen nagy területen. Éjszakai sötétség, tehát nem az, hogy kicsit sötétebb van, és ezzel nem lehet átlátni. Tehát a fényes nap ott ragyog fönn, és éjszakai sötétség van. A következő trombita csoport, az 5. és a 6. az más dolog. Az nem természeti katasztrófáról beszél, nem természeti csapásról beszél, és ezek bővebben vannak leírva. Ezeket nem igazán fogom felolvasni, majd elolvassátok otthon, ha akarjátok. Az 5. trombita szó az a Jelenések 9-ben van már megírva, 1-től 21-ig. Tehát látod, itt egy-egy az eddigiekben egy-egy trombita szó az 1-2 vers volt, itt meg 21 vers mindjárt. De ez egy másik trombita szó, csoport. Úgy tűnik, hogy másik eseményről vagyon szó itten. És pedig ugye olvastuk a Jelenések 7-ben, hogy van egy úgynevezett elpecsételése 144 ezer embernek. Itt jelennek meg ezek a 144 ezrek, hogy valami csapás alól ők kikerülnek. Ez egy szelektív csapás lesz, és vagyis 144 ezer embert, zsidót nem fog érinteni. 5 hónapos kínlódásról beszél a Biblia, 5 hónapig iszonyatos ilyen fájdalommal szenvednek az emberek, ami olyan erőteljes, hogy a meghalást is szívesebben választanák, de nem tudnak meghalni valami miatt. Ez valamiféle démoni dolog lehet, mert itt a Biblia azt írja, hogy a mélység angyala uralkodik egy hatalmas tömeg felett, amely előjön a földből, a mélység kutya megnyílik, és előjönnek ezek a dolgok a mélységből. Felolvasom gyorsan ezt a szakaszt, mégiscsak úgy döntöttem. Az 5. angyal is trombitált, tehát Jelenések 9.1. Látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Most ez a csillag, a földre eső csillag, vélhető, hogy ez nem egy fizikai becsapódás, pedig annak tűnik. Honnan gondoljuk, hogy nem fizikai? Ugye látni fogod. Megnyitá azért a mélységnek kútját. És a füst jöve fel a kútból, mint a nagy kemencének füstje, és meghomályosodik a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a föld füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élő fát. Azoknak a harmad része elpusztult az elő. Ugye? Ezt láttuk az első 4 trombitaszóban. Csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Isten pecsétje.
És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert, ami nem mart meg skorpió, úgyhogy nem tudom első kézből. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló valamint az a viadalhoz felékesített lovakhoz, fejükön mint egy aranyhoz hasonló koronák, orcáik olyan valának, mint az emberek orcái, hajuk olyan, mint az asszonyok haja, fogaik olyanok, mint az oroszlánoknak. Olyan melvértjeik valamint a vas melvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan, mint a viadalra száguldó soklovas szekerek zúgása, és skorpióhoz hasonló farkuk vala, és fullánkjuk, és a farkukban volt, és a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Nem tudjuk mi ez. Sokan azt mondják, hogy ezek valami modern hadiszerszámok, amiket így ír le a Biblia. Csak ezzel egy baj van. Két baj van ezzel a modern hadiszerszámokkal, úgyis, mint helikopterek, repülők, tankok, ilyesmi. Először az, hogy ez azt írja a Biblia, hogy ez a mélység kutyának a kutyából jönnek elő. Mélység kutyából jönnek elő. És azt írja a Biblia 11-es versben, hogy a királyuk a mélység angyala, aminek az a neve, hogy Abaddon, ugye héberül, görögül Apollyon, magyarul vesztő. Tehát, és egy égből leeső csillag engedi őket el. Most égből leeső csillag nem enged el hadi eszközöket, valószínűleg, ez az egyik baj. A másik baj, hogy azt még ugye el tudnám fogadni, hogy egy szellemi fejedelemség uralkodik valamiféle hadsereg fölött, ezt majd látjuk a 6. csapásnál, egyéb 6. trombita szónál, hogy ott valószínűleg az történik. Viszont azt nem tudom elképzelni, hogy hadi gépezetek úgyis, mint helikopterek, vagy repülőgépek, vagy tankok, vagy valamik, olyan dologgal ártsanak az embereknek, ami 5 hónapig hat, de nem tudnak belehalni. Hát azért, hogyha valakit helikopterről megtámadnak, vagy valamiről, akkor az lehet, hogy túléli, de nem az jellemző, hogy olyan dolog történik velük, hogy 5 hónapig keresik a halált a rettetes fájdalom miatt, de nem tudnak meghalni. Tehát ez valami természet fölötti dolog, hogy az ember nem tud meghalni. Hát fejbe lövi magát legrosszabb esetben, de úgy azt mondja a Biblia, hogy a halál elmegy elő. És azon kívül nehéz olyan hadi eszköztárat kitalálni, ami szelektíven hat, és pedig olyan módon, hogy azokra a zsidókra, arra 144 ezerre nem hat, akit Isten elpecsételt az ő homlokán. Tehát ezért gondolom, hogy ez nem valami hadi szerszámoknak a leírása, hiszen én azt gondolom egyébként, de mit gondolok akkor, hogy mi ez? Ugye én azt gondolom, hogy ezek azok a démonok, akik az alvilágban vannak jelen pillanatban, és a pokorra szálltak a gyötrik per momentum. Tehát, hogy a Biblia az Ószövetségi Szentírásban leírja a démonoknak az eredetét, illetve utal rá, nem írja le, utal rá, ugye ők a Rafaim, amit a Károli teljesen elmost, teljesen tönkreteszi ezt a képet, ha valaki nem szégyeli megnézni a konkordanciáját, hogy a refák, vagy Refaim, vagy azok micsodák, akkor a Biblia tudatja velünk, hogy két dolgot tudunk róluk. Egyrészt azoknak a leszármazottai, akik emberekkel közösülő olyan istenfiak voltak a Genezis 6-ban, és az ő leszármazottait hívja a Biblia Rafáknak. De nem csak ezeket hívja Rafáknak, hanem az alvilágban is ott vannak a refák, akik szellemi lények, és ugyanazzal a szóval illeti őket az Ószövetségi Szentírás. Ha pedig megnézzük a II. Templom időszakából fennmaradt irodalmat, például Énok könyvét, akkor az Énok világosan megmondja, hogy igen, ezek a refák ezek, akik az özönvízben elpusztult óriásoknak a szellemei, akik démonok. Ez bonyolult nyelvészkedés, de ugye az ókorban a démon kifejezés nem jelentett gonoszt. Nem jelentett gonosz lény, hanem egyszerűen csak szellemi lényt jelentett, és ez a későbbiek során alakult ki ez a terminológia, hogy a démon kifejezetten csak gonosz lényre használják.
hogy ezeket űzi ki Jézus emberekből. És ott nyűszít a démon, hogy ne küldj minket az alvilágba, ne küldj minket a mélységbe, ugyanazzal a kifejezéssel élve, mint itt a mélység kutyának a kulcsában jelenik meg. Tehát én azt gondolom, hogy és a pokolban levő szenvedéseknek a nagy része is abból áll, hogy ezek a lények ott gyötrik azoknak a szellemeit. Ugye ezek magasabb rendű szellemek tudnék, mint az ember, hiszen emberi szellemnek és az isteni fiak szellemének a keveredéséből alakultak ki. És beszél erről a Biblia sok mindent, akkor nagyon nagy kitérőt nem akarok tenni. Én azt gondolom, hogy ezeket a démonokat, amik az alvilágba lekerültek valamilyen okból, ezeket kiengedik onnan. És ezek okozzák ezt a dolgot, és az Isten által elpecsételtekhez nem férnek hozzá. Azokhoz nem tudnak hozzányúlni. Mert nincs hozzá hatalmuk, nincs hozzá joguk. Ugyanúgy, ahogy ma a keresztényekhez nincs joguk, nincsen hatalmuk. Nyilván keresztények ugye démonokat üznek, ott van a Márk evangélium 16. fejezetében, hogy démonokat üznek. Tehát a keresztény az megteheti, hogy elhajtja a démont. Nyilvánvalóan ez egy speciális dolog, és onnan gondolom, hogy ez egy meghatározott területen levő embertömeg, mert a későbbiek során ez a 144 ezer zsidó is, meg egyéb zsidó emberek is úgy tűnik, hogy egy bizonyos helyen koncentrálódott zsidóságról vagyon szó. És ez bizony a Közel-Kelet, ez bizony a Szentföld, és ez bizony a Szentföld környékén történő csapásokra utal. Ezt én így gondolom. Tehát ez volt a jelenések 9-ben az 5. trombita szó. És most jön a 6. trombita szó, ami folytatódik mindjárt a 13, tehát a jelenések 13-tól, tehát a jelenések 9.1-től 12-ig olvastuk az 5-et, jelenések 9.1-től 12-ig, és a 13-tól 21-ig jön a 6. Tehát ez a két trombita szó, ez a jelenések 9.1-től 21-ig van megírva, 21 igevers van két trombita szóról. 13-asban van az, hogy a 6. angyal is trombitál, és hallik egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van, mondván 6. angyalnak, akinél a trombita volt, old el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el vala készítve órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. Ez egy csuda szép dolog, az emberek harmadrésze. És a lovas seregek száma 2000-szer 10000 vala, hallottam a számukat. És így látám a lovakat látásban, és rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való melvérét jelik valának, lovak feje olyan valami az oroszlánok feje, szájukból tűz, füst, kénkőjő valaki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze a tűztől, a füsttől, a kénkőtől, amely azoknak szájából jöjj ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. Többi emberek pedig, akik meg nem ölettek a csapásokkal, nem tértek meg, stb. Mi történik itt? Hát ugye a gonosz, én azt gondolom, ugye, ami megvan kötve négy szellemi fejedelemség. De Dániel könyvének a 7. fejezetében olvastuk azt, hogy a nagy tengeren háborút indít a föld négy szele. Most ez a négy szél, ez én azt gondolom, hogy négy szellem, amelyik, és a nagy tenger, az pedig a földközi tenger, mert ami utána Dániel leír, az a földközi tenger környékén történik. Ezt nem írtam ki, de mindjárt a Dániel 7-ben megnézzük pontosan. Szép történet, mióta beszélek? Valaki méri? Igen. 44 perce. Nem is ott van ez megírva. Azt mondja, hogy
Igen, Dániel 7.2, nem 7.1, bocsánat, Dániel 7.2. Szól a Dániel és mondta, látám az én látomásomban éjszaka, és íme az égnek négy szele, háború támaszta a nagy tengeren. És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első, és akkor elkezdi mondani. Későbbiekben kiderül, hogy ez négy birodalom. Ami a volt babiloni birodalom területén uralkodik, és hát háborúzik egymással. És ugye a jelenések, illetve a Dániel könyvének a 10. fejezetében, 13-as és a 20-as versben, tehát Dániel 10. fejezetében látunk egy olyan jelenetet, mindjárt meg felolvasom, tehát Dániel 10-13, hogy az egyiket megkötözik. Nagyon érdekes, Dániel 10-13. De Perzsának fejedelme ellenem állott 24 napig, és íme Mihály egyike az élőkelő fejedelmeknek előjöve segítségemre, és ott maradék a perzsa királyoknál, és azt mondja a 20-as vers, visszamegyek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha én kimegyek, íme Görögország fejedelme jön elő. Tehát ez pontosan a második, illetve a harmadik fenevad közti váltás, amikor arról van szó, hogy egy szellemi fejedelem megakadályozza az angyalt, hogy megérkezzen a földre. És a két angyal együttesen megkötözi valószínűleg, mert egy másik fejedelem jut hatalomra, és egy másik fejedelem jön el. De ebből a képből arra gondolhatunk, hogy nem csak ezt kötözték meg, hanem akkor a babiloni fejedelem már meg volt kötözve, a méd-perzsa fejedelmet most kötözik meg, a Dániel 10-be, aztán Görögország fejedelme ismét megkötöztetik, ugye? És aztán utána a négy hadvezérből származó uralkodásnak a fejedelmét is megkötözik. Ez négy fejedelemség, amiről úgy tűnik, hogy most eloldatik. Tehát a negyedik trombita szóra, illetve az ötödik trombita szóval démonok engedtetnek ki a pokolból, hogy a földieket gyötörjék. A hatodik trombita szóra pedig azok a szellemi fejedelemségek, akik meghatározták a történelmet, az emberiség történelmének a háborúit, a babiloni birodalomtól kezdődően egészen Antiochus Epiphanesig, tehát az első századig gyakorlatilag, időszámításunk előtt első századig, azok mind meg lettek kötözve, ezért most ki vannak vonva a forgalomból, de mindegyiket elengedik. És mi fog történni, amikor ezeket elengedik? Eloldaték, tehát az jelenések 9-15, eloldaték azért a négy angyal, hogy megölje az emberek harmadrészét. És az, ami itt le van írva, hogy lovas seregek száma 2000-szer 10000, ez egy őrületes szám, mert igazából ez 200 millió ember. Tehát, hogyha ezt valaki összeszorozza, a 2000-szer 10000, akkor 200 millió jön ki. 200 millió hadsereg. Tehát a katonák, amik részt vesznek ebbe, most nagyon sokáig a keresztények, illetve a keresztény teológiai iskolák azon vitatkoztak, hogy ez csak Kína lehet, mert Kína az egyetlen, aki egy 200 milliós hadsereget ki tud állítani. Ez általában a keresztény iskolák megegyeznek abban, hogy ezek tényleges emberek. Ma nem csak Kína tud kiállítani ekkorát, most már egy esetleg muszlim kalifátus is ezt meg tudja csinálni. Tehát ennyi katonát elő tud állítani. Az érdekessége továbbá, hogy az emberek harmadrésze elpusztul, ha ezt globálisan tekintenénk, akkor az akár 3 milliárd embernek az elpusztulását is jelenteni ez a háború. Nem gondolom, hogy ez globális lesz. A második világháborúban állítólag 50 millió ember halt meg. Hát a 3 milliárd akkorra, amikor ez abból extrapolálunk, hogy körülbelül 9 milliárd ember lehet a Földön ebben az időpontban. Most a 8 milliárd fele mehetünk. Tehát a 3 milliárd ember, ha pusztul el, akkor az a második világháborúban elpusztult ember és emberek állománynak a 60-szorosa. Ez egy őrületes szám. Nem gondolom, én ezt gondolom, hogy ez egyfajta közel-keleti cirkusz lesz. És a jelenések könyvének a 10. fejezete semmi másról nem szól, csak arról szól, hogy egy angyal megjelenik,
ez ugye többen azt gondoljuk, hogy Jézus, és megesküszik arra, hogy több késlekedés már nem lesz. Hanem amikor a hetedik angyal elkezd trombitálni, akkor vége, akkor lefújják a meccset, akkor vége a meccsnek. Gyakorlatilag, és az a Jelenések könyvének a 11. fejezetében történik meg. Tehát a Jelenések 10. fejezetét azt ki is hagyhatod a Jelenések könyvében jószerivel, ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy megesküszik valaki, hogy nem, vége, nem lesz több késlekedés. Tehát nem fog Isten tovább várni azzal, hogy végül is elkezdje az ő országlását, és ugye a Jelenések 11-ben végül is ez a dolog meg is történik, hogy a hetedik angyal trombitál, és a világnak országai, az Urunké és az ő Krisztusái lettek. Na most, ha megnézzük ezt a hat trombita szót, akkor jelentős része, ezt megnézzük a jelentős része ennek a hat trombita szónak a hatodik trombita szó, az pont egy nagy ilyen háborús helyzetről beszél, és ennek a nagy háborús helyzetnek a leírásával foglalkozik Dániel könyvének nagyon sok része, és a Jelenések könyvének a 12. 13. fejezete. Hát ez azért izgalmas, mert úgy tűnik, hogy ami a hatodik trombita szóban lezajlik, az gyakorlatilag a Jelenések könyvének 12. jellemzően inkább 13. fejezetének a tartalma, és a Dániel könyvében az a pillanat, ami a hetedik trombita szót tartalmazza, az a Dániel könyvében egy csomó helyen meg van írva, és mindegyik helyen előtte egy nagy háború van. Mindegyik helyen előtte egy nagy háború van, és pedig ez a nagy háború nem más, mint a nemzetek Izrael elleni csapása, és erre megjelenik Jézus Krisztus, és ő veri le ezt a háborút. Szám szerint ez benne van a Dániel könyvének a 2. fejezetében, 7. fejezetében, 8. fejezetében, 9. fejezetében, 11. fejezetében és 12. fejezetében is. Tehát Dániel jószerivel ezzel foglalkozik szinte. Ami nem ez, az valami helyi eseményeknek a leírása. Dániel életében zajló és még az életében bekövetkező proféciáknak a bekövetkezése. Egyébként minden más szinte a Dániel könyvében az utolsó időkről szól. Hát kérem, most vagyok ki a prédikációban, vagy tanításban, vagy bármi is legyen ez, 52 percnél. És akkor itt jön az a kérdés, hogy ezt az 52 percet itt most meg kéne állítani, és a jövő héten kéne átnéznünk azt, hogy mit is ír a Jelenések könyvének a 12. fejezete, ugye? Hogy megértsük, hogy ott mi történik. Mit is ír a Jelenések könyvének 13. fejezete, és az miről szól, és az hogyan párhuzamosítható a Dániel 2-vel, Dániel 7-tel, Dániel 8-al, 9-el, 11-el és 12-vel. Ez egy nagyon nagy lélegzetű prédikáció szintén, úgyhogy én ebben most így nem mennék bele. Hanem itt most akkor ezt megszakítanánk. Röviden, tehát arról van szó, azt néztük át, hogy ha igazunk van abban, hogy a keresztények az utolsó trombita szóra mennek el, ez biztos már Pál apostol kijelenti, az utolsó trombita szóra történik meg, de ha igazunk van abban, hogy ez az a trombita szó, amit a Jelenések könyve ír, hogy hetedik utolsó trombita szó, akkor a keresztények bizonyos értelemben végig fogják nézni, szenvedni, látni mindazt, ami a hetedik trombita szóig történik. És amit most megcsináltunk, megnéztünk, az semmi más nem volt, mint az, hogy mi történik a hetedik trombita szóig meg. És ebben a dologban fogunk tovább menni, mert meg fogjuk nézni ugyebár azt is, hogy ja, és egyébként mit ír a Jelenések könyve, a Dániel könyve arról, ami a hatodik trombita szó alatt vélhetőleg történik, az a bizonyos nagy háború, amit végül Jézus fog megérkezésével leverni, és azon pedig csak találgatni. De ezt még egyszer mondom, hogy ha igazunk van abban, hogy az utolsó trombita szó a Jelenések könyvében közölt trombita szóknak az utolsó
trombita szója. Én így gondolom, mások meg nem. Keresztények 2000 éve vetekednek és veszekednek ezen. Sok értelme nincs, azt hiszem, ennek a vetekedésnek, csak a lényeg az, hogy mivel itt én vagyok a prédikátor, így elmondom, hogy én mit látok ezzel a dologgal kapcsolatban. És pedig azaz a bizonyos hat trombita szó természeti csapásról úgy tűnik, hogy szól, ami történik, és párhuzamosan ezzel pedig len úgy tűnik, hogy egy nagy háborúszerű valami dolog történik, amit viszont szellemi lények indítanak el az égből, ami mellett ráadásul azok a démonok, akik a pokolba lettek zárva, szerencsétlenek, mert valaki kiűzte őket, és ugye Jézust is kérte a démon, hogy ne küldj minket a mélységbe, de mélységbe kerültek valamilyen módon, valaminek kapcsán, azok szépen feljönnek ide, és elkezdik az emberiséget gyötörni. Fölmerül a kérdés, hogy ha a keresztények itt lesznek végig, akkor az milyen lesz nekünk? Hát biztos kellemes lesz, ez előre borítékolható, de a keresztény embernek tudjuk jól, hogy két dolog igaz rá. Egy, hatalma van a démonok felett. Ugye? Tehát Jézus megmondja, hogy az én nevemben démonokat űznek. Ha valami halálost isznak meg, nem árt nekik, stb. Kettő, akármilyen szellemi fejedelemség uralkodik is az emberiségen, a keresztény nincs a szellemi fejedelemség alá rendelve. Mert ugye tudjuk az Efezus levélből azt, hogy Jézus Krisztust ültette Isten a maga jobbjára minden szellemi fejedelemség, hatalmasság és egyéb fölé a gyülekezet számára, a gyülekezet javára tette ezt. És azt is tudjuk, hogy a mi szellemi fejedelmünk, vagy másképpen főpapunk, ugye, az Jézus Krisztus, és ő alá vagyunk rendelve. Tehát közvetlenül hozzád szellemi fejedelem nem érhet, nem kerülhet, mert nincs között hozzá, mert te Jézus Krisztus alá vagy rendelve, és pont kettő, démont el tudod űzni. Ami hatása lehet rád ezeknek az eseményeknek, az természetesen, hogyha valamilyen természeti csapás megérkezik, hát láttuk azt, hogy megérkezett most is, minket elkerült. Hála Istennek, tehát Isten tud ilyen dolgokat tenni. Ugye Izrael földje Gósen föld volt, Gósen földje volt annak idején Egyiptomban, amikor Isten a 10 csapással sújtotta Egyiptom népét. És a 10 csapásból egy sem jelent meg ott. Ne felejtsük el, hogy ezt az egész cirkuszt, amit felolvastam, ez mind Isten ítélet, és mind Isten szabadítja el. Nyilván, és ez még nem a legjava, ez még nem a legszörnyűje, mert a legszörnyűje az Isten haragja lesz majd a harag poharainál, amiről azt látjuk az igében, hogy keresztények már nem lesznek akkor itt, mert Isten elviszi őket. De ha Gósen földjét Isten meg tudta őrizni mindegyik csapástól, tehát az ő népe se a sáska csapást, se a legyek csapást, se a békát, se a víz vérré válik, se az első szülöttek halál, semmi nem sújtotta a Izraelnek a népét, akkor ugyanúgy, mint a 144 ezer elpecsételtet sem sújtották a démoni csapások mi egymást, akkor simán el tudom képzelni, hogy Isten az övéit ismét csak meg tudja csodálatos módon őrizni ezektől a dolgoktól. Ez az egyik nagyon fontos dolog. Nyilván ennek az egésznek a gazdasági, társadalmi és egyéb részei ezek érintenek mindenkit. De hát ne felejtsük el, ezzel kapcsolatban meg azt tudom mondani, hogy a világon nagyon sok keresztény él most szörnyű gazdasági és társadalmi körülmények között. Tehát ne, azért, mert mi megszoktuk a luxus életünket, azért ne gondoljuk azt, hogy ez kizárólag úgymond Isten áldása. Isten meg tud áldani téged annak ellenére, hogy szörnyű helyzet van, de az az áldás, amit te a napokban átélsz, az többnyire a helyi gazdaságnak az áldása.
Mert ugye fölmerülhet a kérdés, hogy akkor keresztények, amerikai keresztényeket, meg a svéd keresztényeket is te jobban szereti, mert azok sokkal több havi fizetést kapnak, sokkal jobb társadalmi, gazdasági, medikális és egyéb körülmények között élnek, mint mondjuk az ukrán keresztények, vagy akár a magyar keresztények. Nem, Isten nem szereti őket kevésbé, és az ukránokat, mint minket, és nem szereti az amerikai keresztényeket sem jobban, mint minket, csak kialakult egy társadalmi, gazdasági helyzet azon a területen, ahol te élsz, és annak nagyon sok áldását élvezed. Viszont az is igaz, hogy Isten természet fölötti módon volt képes megőrizni keresztényeket a nagy éhínségek idején, a nagy háborúk idején, stb. Stb. Tehát annak ellenére, hogy milyenek voltak a körülmények, keresztények kihúzták jól. Vagy kevésbé jól, de minden esetre megúzták, kihúzták ezt a dolgot. Tehát akármilyen gazdasági, háborús vagy bármilyen körülmény lehet, Isten meg tud téged őrizni. Egy. Kettő. Isten sosem vitte el az övéit, a keresztényeket egy háborúból például. Nagyon sok keresztény ember hullott el háborúban, nagyon sok keresztény ember ment el háborúba, és őrizte meg őket Isten a háborún belül, és úszták meg a dolgot, de nem láttuk azt, hogy Isten kiválogatta volna a keresztényeket, és kivette volna őket a hadseregből, hogy majd a nem hívők mennek és háborúznak. Ugye? Nagyon sok keresztényél nagyon, nagyon szörnyű gazdasági körülmények között, és nagyon sok ember él nagyon szörnyű gazdasági körülmények között, és Isten, ha hozzá kiállt a keresztény, ha keresztény életet él, el tudja látni őket, meg tudja őrizni őket, de nem látod azt, hogy az etióp keresztényeket, vagy az indiai keresztényeket Isten átvinné valahova, mit tudom én, Dél-Texasba, mert ott jobbak a gazdasági körülmények. És hogyha az utolsó időben egy adott területre begyűrűzik, ha tetszik így mondani, háború, vagy háború okozta gazdasági következmény, akkor kár azon gondolkodni, hogy ja, de Isten biztos elvisz minket előle. Nem. Úgy tűnik nem. Tehát azt látjuk, hogy nem viszel előle, Isten meg tud őrizni téged. Jézus megmondta világosan, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nincs más a keresztény ember számára igaz, mint az, hogy az Isten ott van a trónján, és tudja, hogy te milyen helyzetben vagy. Ezt látjuk a Jelenések könyvében, azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgodat. Tehát Isten tudja a te dolgaidat, képbe van, és a kérdés az, hogy én mennyire próbálok hozzá közel lenni, és mennyire tudom elvenni az ő áldásait, akár Indiában élek, akár Ukrajnában élek, akár a nagy orosz pusztaságban élek, akár a világ legjobb helyén, a Szilícium völgyben élek, a gazdagság csúcsán, akkor is Istenhez kell közel lennem. Hát kérem, ez lehet, hogy nem volt túl vigasztaló, de legalább az ige ezt írja, és azt gondolom, hogy elég valóságos. Hogy ezek az események mikor kezdődnek el, arról lesz szó jövő héten, ezt nem lehet megjósolni, hogy pontosan mikor. Ha az ember a világ eseményeit figyeli, akkor körülbelül tudhatja, hogy na, akkor most el lehet készülni arra, hogy indul a mandula. Ez egyik. Kettő, hogy mekkora hatással lesz ez az esemény sor arra a helyre, ahol te élsz, azt megint csak nem lehet tudni, mert nincs róla profécia, csak bizonyos területekkel kapcsolatos proféciák vannak a Bibliában, Magyarországgal kapcsolatos proféciák nincsenek a Bibliában, én nem tudok róla. De itt is vigasztaló az, hogy proféták léteznek, és proféták szólhatnak, mint ahogy azt láttuk nagyon sokszor a Bibliában, hogy szól proféta, és akkor fel tudsz készülni erre, arra, amarra. Én azt gondolom, hogy ezeknek az eseményeknek az aktualitása a 2030-as évek előtt nem igazán várható, vagy legalábbis a 2020-as évek vége feléig nem hiszem, hogy várható. De arra mindenképpen nekem legalábbis, aki vélhetőleg megérem a 2030-as éveket, a fiataloknak, fiatal keresztényeknek nem baj, ha lelkileg felkészülnek arra, hogy lehet, hogy a 2030-as évek meg fogják hozni ezeket az eseményeket, és akkor bizony Istenre leszünk kizárólagosan utalva,
mert mindenféle gazdasági és egyéb dolog az meg fog rendülni és meg fog zuhanni. Kár ezek ellen a dolgok ellen imádkozni, ez meg van írva, hogy meg fog történni. Ez van, biztos nagyon feldobtam a hallgatóságot. Ennek ellenére köszönöm a figyelmet, ez is meg van írva, ezzel is néha foglalkoznunk kell, és akkor a jövő héten jön a jelenések 12.